Kedves nézőink, hazánkban az egyik legkedveltebb gyümölcs a görögdinnye. Azon kívül, hogy nagyon ízletes, az élettani hatása is nagyon kedvező. Az egyik legfontosabb termőhelye a görögdinnyének hazánkban Megyesegyháza. Üdvözlöm Oravec Tamás urat, a Dinnyetermelők Országos Tanácsának elnökét. Oravec úr, elmondaná nézőinknek, hogy miért lett híres a megyesegyházi dinnye? Üdvözlöm a Kurca Televízió nézőit. El szeretném mondani, hogy a országos egyesületi minősítésem miatt én nem szeretném egyedül Megyesegyházát kiemelni, sőt, Megyesegyháza központi helyhez még Dél-Békés megye tartozik, mint tájkörzet, illetve egész Békés megye, és a megfogalmazásaimba én az összes tájkörzetet szoktam képviselni, hiszen az egyesületünk az országos kiterjedésű lefedettségű. Jellemző a megyesegyházi emberekre, hogy ők is bekapcsolódtak, de ők többet akartak ennél, és Magyarországon itt honosult meg az a import technológia, amit olaszok meg Kaliforniában csinálták, hogy még előbbre hozták a termelést, leváltották a régi fajtákat, megkeresték az új hibrid fajtákat, és úgynevezett fólia alagutas rendszerbe kezdték csinálni, utána nagyon gyorsan, hamar felismerték a csepegtető rendszernek az áldásait, utána még a fólia alagút után elkezdték az úgynevezett talajtakarításos módszert, és befejezésképpen pedig a sorköztakarást. Na most emiatt ilyen drága a termesztése, hiszen a termesztés északi határán vagyunk, és tulajdonképpen az itteni dinnyének valahogy versenyezni kell a melegebb éghajlatú Szicíliával, Spanyolországgal, Görögországgal. Kérem, beszélne a dinnyetermesztés technológiájáról. A technológiához még hozzátartozik az a dolog, hogy ugye a versenytársaink már régóta is 99%-ban a tökre oltott dinnyét használják, nem a tökkel keresztezett dinnyét. Ez csak azt jelenti, hogy a gyökérzete az tök, és ezáltal nagyobb termés, nagyobb biztonságot lehet adni, és nincs úgynevezett talajuntság. És ezzel a technológiával még annyi változás történt, hogy ez olyan intenzív lett, hogy megpróbálják a termelők a 6-7-800 mázsás per hektár átlagot elérni. Ehhez nagyon jó vízben oltható műtrágyák kellenek, és el kell érni azt a szintet, amit a versenytársainkkal úgynevezett a mediterrán dinnyésekkel partiba tudjuk maradni. Kérem, mondja el, hogy országosan hány hektáron termelnek görögdinnyét, és hány tonna várható. És kíváncsiak vagyunk arra is, hogy itt Megyesegyházán mekkora dinnyetermelő terület, és itt mennyi dinnye várható. Annyit tudok erről elmondani, hogy országos szinten 5-6 tájkörzetben mintegy 6000 hektáron termelnek dinnyét. A régebbi időben, amikor még kötelező volt a szocialista országok dinnyéjét is megtermelni, ez 11000 hektár volt. Jelen pillanatban ezen a 6000 hektáron, ebben nem számoljuk be, amit a kamera mutat, a sárga dinnyét, az kb. 600 hektár, de az is jelentős. A görög dinnye mintegy 230-240 ezer tonna termést ad. Ebből a 6000 hektárból durván Délbékésben van a fele terület. A többi területen osztoznak a Baranya megyeiek, a úgynevezett ormányság, akkor a Heves megyeiek, a második legnagyobb a nyírségi tájkörzet, vannak szorvány körzetek, ehhez tartozik például Szeged környéke, de beszélni kell a
Cece környéki tolnai térségről, de mivel hogy Megyesegyháza adja a dinnyetermelés felét, itt alakult ki az a tranzit útvonal is, ami a Balkánról jön vissza, és ezek a kamionok betérnek Megyesegyházára, és ezek viszik a dinnyét északra, Szlovákiába, Csehországba, Lengyelországba és a balti országokba. A dinnyepalántákat milyen közegben nevelik vagy neveltetik? Igen, itt is óriási változás következett be. Mindenki emlékszik, amikor a dinnyések vágták a gyepkockát, lefordították és abba vetették el a magot. Hát azóta ebbe gyökeres változás állt be. Ugye az első tökreoltott palántákat Törökországból, Antáliából, illetve Görögországból vették, de nagyon hamar megtanulták a hazai termelők, egy iparág alakult ki ebbe, és most már Magyarországon is úgynevezett tökalanyra oltott dinnyepalánta van, amit, hogy haza is beszéljek, a szegváriak jelentős mértékben kiveszik a részüket, de Megyesegyházán is magánszemélyek megtanulták az oltást. Ehhez speciális környezet kell, egy nagy páratartalmú termesztési közeg, és ez Magyarországon is el fog terjedni 100%-ban, mert a versenyképesség megköveteli. Európa egyik legnagyobb dinnyetermelő országában, Spanyolországban úgy hallottuk, hogy a magvas dinnyével komoly nagyságrendben már nem is foglalkoznak. Követi ezt az irányzatot a magyar dinnyetermesztés is? Követi a mag nélküli dinnye termesztése, ez kezd fellendülni. Volt egy kis hátulütője, ugye a magyar étkezési szokások azért olyanok, hogy szeretik a magvas dinnyét, szeretik köpködni az emberek a magot, de az is közre játszott, hogy egy időben, amikor beugrasztották a termelőket, hogy na ez a jövő, és ez korlátlanul lehet venni, a magvas dinnye nem teljesen mag nélküli, hanem egy ilyen jó emészthető, jó ehető kis magkezdemény azért van. Sokan azt hiszik, hogy na ez a dinnyének nem érett a magja. És mivel, hogy ez a úgynevezett mag nélküli dinnyének a termesztési technológiája az eltér erőteljesen azáltal, hogy ez úgynevezett treploid hibrid, ami azt jelenti, hogy még a termesztés során egy porzó sort be kell ültetni, az általában más színű, hogy meg lehessen különböztetni a mag nélküli dinnyétől, és mivel, hogy ennek a dinnyének a magja nagyságrendekkel nagyobb, többe kerül, mint a magos dinnyének a magja, mert ugye logikus, hogy egy mag nélküli dinnyét nem lehet tovább szaporítani, azt hibrid úton lehet előállítani. Most úgy néz ki az idén, hogy Németország meg fogja venni ezt a úgynevezett mag nélküli dinnyét. Magyarországon egyenlőre ilyen kurizum számba megy az egész dolog, ilyen delikáte számba, ez 50 forinttal meg is fizeti a kiskereskedelem pluszban. Ön, mint a dinnyetermelők országos tanácsának elnöke, a közelmúltban rámutatott, hogy veszni látszik annak a 4 éves munkának az eredménye, amelyet a kormány, a szakmai szervezet és a dinnyetermelők egyesületek közösen végeztek a dinnyetermelők érdekében. Milyen előrelépés történt ebben az ügyben? Igen, valóban mondtam ilyesmit, és ez abból fakad, hogy mindenki emlékszik rá, hogy durván 4 évvel ezelőtt attól volt hangos a dinnye társadalom, hogy különböző áruházláncok környékén törte, dobálta a dinnyét, és felháborodásukban különféle külső tényezők magatartását nem szívesen vette tudomásul, hogy itt változtatni kell.
Hát 2010-ben ugye új kormány is lett, megalakult ez az egyesület, és célot tűztük ki, hogy ennek a randarírozásnak nincs értelme, és ezért hívtuk segítségül a kormányzati szerveket, és úgy mint egy laboratórium rajtunk kezdett el kísérletezni először, hogy bevezette a direct marketinget, a promíciót, különféle technikákkal elkezdte népszerűsíteni a dinnyét. Ugye mindenki emlékszik, hogy minden évben valamelyik FM miniszter vagy államtitkár eljött a kóstoltatásokra, és meg is látszott ez, növekedett a fogyasztás körülbelül 20%-kal. A multiláncok köszönték szépen ezt a felfutást, köszönik szépen a reklámot, nekik nem kellett fizetni. Mi is összeültünk minden évben velük, és megpróbáltuk azokat a dolgokat kérni tőlük, amik általuk is betartható. Például, hogy ne akciózással kezdjék a szezont, az import dinnyét, a magyar dinnye kezdettel futtassák ki, hogy, és ettől kérték a prognózisunkat. Mi az idén is megadtuk az összes pontos prognózist, hogy mikor jelenik meg a dinnye percnyi pontossággal. Hát az a bajunk, és azért mondtam, hogy veszni látszik ez a 4 éves munka, mert hát nem tartották be. Hát akciózással kezdték, az importdinnye még múlt héten, de én nem néztem utána, lehet, hogy még ezen a héten is jön be, meg jövő héten, és tulajdonképpen mi próbáltuk mindenkinek elmondani, hogy ez a zöldségtermesztés egyik nehéz ipar, a dinnyetermesztés, azáltal, hogy tudjuk pontosan a bekerülését egy hektárnak, vagy egy kilóra vetítve is meg tudjuk mondani, és ez akárhogy is számolunk, ez 40 forint önköltségi árat jelent, és ugye jelen pillanatban 32-36 forint a felvásárlási ár, ahhoz képest még tegnap 129 forint volt a fogyár. Azt is tudjuk, hogy a közbenső kereskedők, akik piacra juttatják, azok 60 forintot kapnak. Rendben is van durván ez a különbség, ami ugye a kereskedőknek még kell fizetni a fuvart, logisztikai költségeket, akkor a különböző göngyölek költséget, még úgy, ahogy elfogadható, de az nem fogadható el, hogy a fogyárhoz képest, amikor tudjuk, hogy hetente van megállapodás a multiláncokkal, a dinnyekereskedőknek, és hétközben is ugrál lefele 5 forintot, meg 10 forintot, hát hogy fog így kijönni a 40 forintos átlagár, ha most 32-36 forint? Ez azt fogja magával hozni, mint a Apollo űrhajónál a visszaszámlálás, hogy ugye ott is 20-tól kezdik a visszaszámlálást, itt 11-től kezdjük, mert annyi 1000 hektár volt, és most jelen pillanatban 11-10-9-8-7-6-nál tartunk, de már tartottunk 4-nél, és akkor lehet úgy, tovább úgy fog menni, hogy 3-2-1-0, és akkor majd tényleg hozhatjuk be az importdinnyét. Nem vigyáz senki azokra a szokásjogokra, erkölcsökre, amit figyelembe kellene venni. A multi láncok mohósága, kifosztó képessége a termelőkkel, ez fennáll, nem csak a dinnyésekkel. Ugye tudjuk, hogy a megynek a felvásárlási ára 40-80 forint, 399-é van. Ez illetlen dolog, és én most már nem is bízom ezekbe az úgynevezett önkorlátozásokba, megegyezésekbe, ezt
vagy jogszabállyal, vagy közgazdasági környezetváltozással lehet elérni ezeket a dolgokat, hiszen emlékezzünk vissza, hogy durván 10 évvel ezelőtt, amikor szó volt a polcpénz, ilyen visszatérítés, amolyan jubileumi pénzt, kötelező visszavásárlás, akkor különböző fizetési határidők bekorlátozása, az mind törvénnyel sikerült. Én úgy érzem, hogy 25 év után, amikor 25 évet kipróbáltunk, és minden évben, minden terméknél van valamilyen balhé, és mindig a termelők húzzák a rövidséget, én úgy gondolom, hogy itt az ideje egy újabb szárnyesegetésnek, mert hiszünk mi a liberális piacgazdaságba, meg a piac szentségébe, de ez már túlzás, ugyanis itt a zöldségtermesztés mögött 1 millió ember áll, ki dinnyét termel, ki paprikát Szentes környékén, és én tudom, hogy a paprikások is rettenetesen elégedetlenek. Szerencsére nem jellemző, hogy a dinnyét ugye csak télen, meg koratavasszal hoznak be a harmadik világból, a karibi térségből, vagy esetleg délebről, de ugye a paprika esetében, hogy hazabeszéljek a szegváriaknak, meg a szentesieknek, elviselhetetlen az a élelmiszerbiztonsági kockázat, ami a harmadik világbeli paprika, de ez lehet mondani az uborkánál, hogy ellenőrizhetetlenül, korlátlanul hozzák be, és ez mind a magyar piacon landol, és rontja a magyar piac pozícióit, de ha ez még élelmiszer szempontjából biztonságos lenne, akkor valahogy el is tudjuk fogadni, de hányszor rajta kapták őket, hogy kínai szerekkel, meg ellenőrizhetetlenül jön be a harmadik világbeli zöldség. Ez egy nem kívánatos dolog, és ezt ki kell mondani, hogy itt nem csak ilyen nébi korlátozással, hanem kőkemény ellenőrzéssel, és hogyha rajta kapják őket, egyszerűen ki kell zárni ebből a rendszerből, bátraknak kell lenni, hiszen a bátorságot nekünk termelőknek, a kormánynak az intézkedései adták meg. Hát ki merte volna gondolni, hogy hozzá mernek nyúlni a bankokhoz, a multikhoz, a szolgáltatókhoz. Az Európai Unióval is lehet húzakodni. Hát húzakodni kell a magyar termelők érdekébe, mert a magyar termelők ezt megérdemlik. Ön említette, hogy az átvételi ár 32 és 36 forint között van, az önköltségi ár 40 forint. Ez egyenes út a tönkremenetelhez. Mi itt a jövőkép? A jövőkép az, hogy általában Magyarországon a mezőgazdaságban és hozzászoktak az emberek, hogy úgynevezett önfeláldozással csinálják ezt a dolgot, még egy évtől nem riadnak meg, legfeljebb felire veszik, mert nem tudnak újabb befektetést csinálni, de mivel, hogy a felszerelések megvannak, és ez ugyanúgy működik, mint más ágazatban, vegyük például a tehenészetet, hogy ott se egy rossz helyzet után lerombolják az istálót, meg agyon verik a tehenet, illetve vágóhídra viszik, hanem bíznak a jövőben, a magyar ember mindig bízik a jövőben, és megpróbálja, hogy jövőre jobb lesz. Na most, hogyha ez már kilátástalan lesz hosszú távon, akkor először felit fogja megcsinálni, akkor a fiatalok nem jönnek bele ebbe a szakmába, mert nem látnak jövőt, az öregek kiöregednek, és akkor minden visszaépül, és ugye nem gondolnak arra, hogy ezzel a vásárlóerő is sérül, mert ez az ember nem fogja megvenni a pelenkát, meg a különböző egyéb termékeket, hanem mosni fogja a pelenkát, vagy saját magát fogja korlátozni azzal, hogy minden lerohad, minden elszegényedik. Tehát itt összefügg minden mindennel. Az Unió által nyújtott pályázati lehetőségeket hogy fogják tudni így kihasználni a termelők?
Igen, ez a másik nagy bánatunk, hiszen részt vettem a társadalmi vitájában úgy, mint a Békés megyei kertészeti osztály vezetője, amikor megtárgyaltuk az 2014-20-as fejlesztési terveket a kertészet gyümölcságazatban, és végig gondoltam, hogy mintegy megcélozták akár a dinnyetermelőket 1000 hektáros nagyságrendbe, és úgy végig gondoltam, hogy hogy fognak ezzel élni az emberek, amikor elveszett a jövedelem képessége. Ezt lehet érteni majd a növényházasoknál is, mert ott is komoly nagyságrendet képzelt el a fejlesztésekben a kormányzat, meg az Európa Unió, és kétségem van afelől, hogy ha el is indulnak a pályázatokon az emberek, de hogy fogják ezt erővel bírni, meg van-e értelme, ez kétséges ebből a szempontból, hogy úgy látom, hogy valamilyen formában megbicsaklott ez az ágazat, ez érthető a zöldségre, a gyümölcsre, és ezen belül bár a dinnye a zöldség is, meg gyümölcs is, a dinnyésekre is értem ezt. A megtermelt dinnyének hány százaléka megy külföldi piacra, és melyek ezek az országok? Megtermelt dinnyének közel fele megy exportra, a másik része az a hazai kiskereskedelmi láncokba kerül értékesítésre. Hagyományosan szeretik a magyar dinnyét, és jónak tartják. A tőlünk északabbra fekvő országokban talál gazdát, vevőt a dinnye, elsősorban Szlovákia, Csehország, Lengyelország, Németország, Ausztria, és nagy reményeket fűzünk az úgynevezett balti országokhoz, akik korábban egy ilyen átcsomagoló, tovább exportáló rendszert alakítottak ki a skandináv országok fele, mivel hogy most már csak Magyarországról tudnak nagyrészt dinnyét venni, mert ők Ukrajnából vették a dinnyét, és mindenki tudja, hogy Ukrajnában most helyzet van, és ezt a helyzetet most nekünk a piacaink visszaszerzésére kellene fordítani, erőteljesen megcélozni, ezzel kapcsolatban készültek promóciós anyagot lett litván, észt és lengyel nyelven, amiket kiküldünk a dinnyével, illetve elkészültek azok a molinók, ami hirdeti a magyar dinnyé jóságát, szépségét, minőségét. Mindezek ismeretében ön hogy látja a dinnyetermesztés jövőjét? A fiatalok vállalják ezt a nehéz munkát és ezt a kockázatot? Igen, térségünkben azok a fiatalok, illetve azok a serdülő korú gyerekek, akik részt vesznek már a dinnyében, két utat választhatnak, és ez meghatározza a jövőjüket, hogy vagy elmennek pizzafutárnak Angliába, vagy pedig beállnak a szülők mellé, és a szülőknek a szaktudását, felszerelését, földjüket, amit bízunk benne, hogy most már állandó lesz, és nem jön egy olyan helyzet, mint ahogy ugye a 20. században egy párszor jött, hogy nincs biztonságban tulajdon. Én úgy érzem, a mentalitásukba bízva ezeknek az embereknek, hogy átmeneti nehézségek után mégiscsak fogják csinálni ezt a nagy hozzáértés, nagy empátiát, rettenetes sok megérzést követelő dinnyetermesztést. Köszönöm a beszélgetést. Szívesen. Bemutatom nézőinknek Maulis Pál dinnyetermelőt. Elárulná a nézőknek, hogy miből lehet megállapítani, ha érett egy dinnye? Dinnyésnek kell lenni hozzá, születni kell hozzá. Nem egyszerű, de én csak ránézek, szinte beszél hozzám, amíg érett dinnye. Tehát nem egyszerű ezt tényleg megállapítani, de hogyha itt körbenézünk,
annak is megvan a jele, annak is megvan, ez még félérett, az még zöld. Hát én ebbe élek, ezt látom, ezt tanultam, anyatejből szívtam a tudományát ennek. A titkot nem mindig árulom el, mindenki tanulja meg a kárán. És ha gondolják, meg is vághatunk egy dinnyét, megnézzük, hogy milyen szép és piros. Nézzük meg egyet. Veszi a kamera? Igen. Ilyen gyönyörű piros érett dinnyének kell lenni mindegyiknek. És esetleg kívülről, a hangjáról, színéről? Sok mindent elárul, de én mindig ránézek a dinnyére, és akkor látom, hogy milyen. Ez olyan, mint egy szép nő, mindig a feleségemhez hasonlítom a dinnyét is. Tehát a dinnyé is olyan jó, mint a feleségem, szóval a ránézésre, a hangját is meg lehet kopogtatni, lehet hallgatni, az is elárul egy bizonyos fajta érettséget. De igazából a ránézésre azt látja az ember, hogy érett a dinnyén vagy nem. A többi az már, én így szedem, de kinek mi a rigójája, meg kinek mi a szokása, úgyhogy. Legyen szíves, árulj el, hogy milyen jeleket figyeljünk a dinnyén. Hát a sokba kerül, biztos. Az az igazság, hogy itt van például a dinnye, hogyha veszi a kamera, rámutatok ezekre a dinnyékre. Ezek még ugyancsak halványak, látszik a színén olyan kis libazöldnek mondom, még olyan fényes, egészséges. Ez például, ez már érett dinnye, ki van sárgulva, márványosodik, mattul a dinnye, tehát, de sokkal többet nem akarok elárulni, aztán minden kontár ezt fogja csinálni, és fogják szedni a dinnyét. Például ez is például még éretlen igazából, ez rózsaszín belül valószínű, de mindenki nem tudjuk megvágni, de én azért elég sokat meg szoktam nézni. Tehát igazából, de vannak még olyan jelek is, hogy mit tudom, a hasa alja milyen sárga, tehát mint a mamuska, amikor már öregszik, látszik, jó öreg sárga hasa van neki, a másiknak nem olyan sárga, a bajusza, sok-sok népi hagyományok vannak, de mondom, én csak ránézek, meg egy bizonyos idő után van a dinnyének egy érettsége, és mit tudom, eltelik 30-35 nap, aztán, ha csak olyan körmények között van, a dinnye beérik, ez függ a fül talaj tulajdonságaitól is, hogy mennyire homokos, mennyire takar az inda, mennyire locsol az ember, mennyire esik az eső, vagy mennyire száraz év van, szóval összetett dolog, ez nem egyszerű, mindenki megpróbálhatja. Köszönjük szépen! Kedves nézőink, remélem az Agrárpercek mai műsora is elnyerte tetszésüket. Kérem, tartsanak velem máskor is, a viszontlátásra!